Én azt gondolom, hogy amit az egyik legnagyobb hiányosságnak vagy problémának látok, hogy nem értjük és nem fogjuk fel a kitartásnak a lényegét, a jelentőségét. Hiszen bármilyen témakörben, hogyha a 80-20 szabályt nézem, és ez ugye ez mindenre igaz lehet, akkor tulajdonképpen bármilyen foglalkozik az ember, a befektetett munkája 80%-ában valójában csak a 20% eredményt fog elérni. És hát ezek az emberek, akik nem rendelkeznek a kitartásnak a megértése, vagy jelentőségének a megértésével, tulajdonképpen mindig abban a 80%-ban lavíroznak, hiszen nekik ez nem működik, vagy az a típusú üzlet nem működik, vagy az a szakma nem működik. És mivel soha nem jut el addig, hogy a 80%-on túlkerüljön, ezért egész életét eredménytelenül éli. Nemrég beszéltem egy hölgyel Szlovákiában, és azt mondta, hogy az a tevékenység, amit én csinálok, ahhoz nagyon nagy kitartás kell, és ő neki nincsen. És mondom, figyelj, erről beszélgethetünk, de tulajdonképpen, ha benned nincs kitartás, akkor azt kell elkönyvelned, hogy te az utcának azon a felén fogsz járni, ahol a sikertelen emberek járnak. Nincsen. Én nem láttam egyetlen egy olyan sikerrel járó üzleti, vagy bármilyen történetet, amihez a kitartás nem kellett volna. Hogy én mondhatom azt, hogy eldöntöm azt, hogy én focista leszek, adok magamnak 6 hónapot, de az a 6 hónap nem volt elég a Bundesligára, ugye akkor mit fogok mondani? Hát, hogy vagy én nem vagyok képes rá, ugye, ami nem biztos, hogy igaz, vagy lehet, hogy azt is fogom mondani, hogy ez a foci nem működik. Aztán lehet, hogy a legközelebbi célomnak megfelelően én profi teniszező szeretnék lenni. Megint adok magamnak 6 hónapot, és hát, hogyha nem jön össze az első Roland Garroson a kvalifikáció, akkor megint azt mondom, hogy hát ez nekem valami mást kell keresni, mert nem nekem volt. De lehet, hogy a tenisz sem működik. És az emberek így mennek végig az életükön, amíg rá nem jönnek arra, hogy kellene valami dolgot csinálni végre egyszer az életben kitartóan. És akkor lehet, hogy elkövetkezne a siker.